Óbecse községi ifjúsági irodája nemrég ünnepelte fennállásának és működésének 14. évfordulóját, és bár idén igazolt okok miatt elmaradt ennek hagyományos megünneplése, Óbecse község fiataljai hamarosan egy szép ajándékot kapnak, új helyiséget a gyülekezésre és programjaik megvalósítására. A Városi Színház egykori kreatív központjának felújítási munkálatai ugyanis a befejező fázisba léptek, így az ifjúsági iroda nem sokára új helyen kezdi meg működését. A legutóbbi helyi akcióterv alkalmával a körkérdésben résztvevő fiatalok megállapították, hogy Óbecsén nincsenek berendezett helyiségek, sem zárt, sem nyitott területen a fiatalok gyülekezésére és szabadidejük hasznos eltöltésére. Ezt a missziót követve mi már a tavalyi évtől kezdve rendezzük azokat a helyiségeket, amelyeket átengednénk használatra az ifjúsági egyesületeknek és szervezeteknek, illetve fiatalok csoportjainak, akiket érdekel az ifjúság politika. Így a két év alatt sikerült több településen is, például Bácsföldváron és Péter révén, valamint Óbecsén elkezdeni ezt a küldetést, vagyis a zárt helyiségek rendezését, amelyek elsősorban a fiatalok kedvelt gyülekező helyei kell, hogy legyenek Óbecse község minden településén. Nekünk az a legfontosabb, hogy a fiatalok jól érezzék magukat ezekben a nekik szánt helyiségekben, hiszen ők töltik majd el itt az idejüket. Ezek funkcionális helyiségek lesznek, ezért korszerű eszközöket is biztosítottunk a felszerelésükre. Projektorokat, számítógépeket, televíziókat, annak érdekében, hogy különféle tevékenységeket szervezhessünk itt. Edukációkat, műhelymunkákat, filmvetítéseket, bemutatókat. És mint azt Dáne is elmondta, ez a fiatalok gyülekező helye lesz, ahol találkozhatnak, barátkozhatnak, biztonságban érezhetik magukat, és természetesen realizálhatják saját ötleteiket. Nemrég adományt kaptunk egy külföldön élő polgártársunktól, Jován Szubotichkitől, aki okostáblát és szemetes kannákat adományozott, melyek az új irodában lesznek elhelyezve. A helyi önkormányzat az új ifjúsági helyiség rendezésére Óbecsén több mint 1 millió dinárt fektetett be. Egyébként folyamatban van a Bácsföldvári helyi közösség keretein belül található helyiség adaptációja is. A jövő év folyamán pedig tervezik a sportpályák felújítását is ezen a településen. A jövő év folyamán sor kerül a pravoszláv templomnál lévő kosárlabdapálya felújítására is. Jelenleg különböző kihívásokkal küzdünk a dokumentációt illetően, hogy magasabb kormányzati szintektől eszközökhöz juthassunk a Bácsföldvári stadionon lévő teremfocipálya rekonstrukciójára, hogy ez is a fiatalok gyülekező helye lehessen ezen a településen, mert úgy véljük, hogy az óbecsei ifjúsági irodának ezt meg kell valósítania és támogatnia kell. Óbecse község ifjúsági irodájának koordinátora Péter Dianna reményét fejezte ki, hogy jövőre Csikéri Apuszta fiataljai is új helyiséget kapnak a gyülekezésre és barátkozásra. A témáról, továbbá az ifjúsági iroda tevékenységeiről, valamint az ifjúság politika helyi szintű végrehajtásáról bővebben a Becsejszki Ugao című műsorban hallhatnak, amelyet a YouTube csatornánkon és a Facebook oldalunkon tekinthetnek meg.